Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szép nevem Gunagriha, Szvécsimúj tanítványom. Amúgy fogorvoslással foglalkozom, 43 éve. És 27 éve, hogy bekattantam. Általában úgy van az emberek között, hogy aki megérzi, hogy van neki valami belső énje is, azok a többiek azt mondják, bekattant. Az én édesanyám is elmondta, hogy a gyerek már kiskorában sem volt ezzel mentegetőző, de most teljesen bekattant. Úgyhogy én is bekattantam, nem vagyok normális. Ezért boldog vagyok. Normális emberek nem boldogok. Nem tudom, vettétek észre. De ha nem vagy boldog, akkor tudjátok, hogy normális vagy. Az a rendes a föld. Ha boldog vagy, akkor kilopsz a sorból. Mi még azzal a dologgal, ahogy az emberek gondolkodnak, élnek, ahogy viszonyulnak egymáshoz, meg a saját magukhoz, azon nem lehet boldog lenni. Csak azzal lehet boldog lenni, hogyha fordítva kezd el gondolkodni. Ha fordítva kezd el gondolkodni, akkor azt mondják, bekattam. És ez valóban így is van. Úgyhogy én nem tagadom. Ez van. Mikor az én édesapám először meghallgatott egy előadást, én Székelyföldről származom. Székely az egy különleges népség. És végighallgatott az előadást, akkor anyám áradozott, hogy milyen csodás dolgok ezek. Már nem voltam bekattanva. Pont akkor. Általában akkor vagyunk a szülők meg bekattam, amikor nem úgy csinálják, ahogy ők mondják. De mondom az öregnek, és te, neked mi a véleményed? Nézd. Hát tudod, egy bolond százat csinál. Úgyhogy ez van. Neki ma az a tény, hogy én nem ettem meg a húst, egy tragédia volt. És megsíratott engem. Azt mondta, mondd meg nekem, most már mit ér a te életed, ha még a bárányból sem eszed meg. Úgyhogy vagy úgy élünk, ahogy illik, úgy, ahogy tőlünk elvárja az, akikkel együtt élünk, és akkor mi sem vagyunk boldogok, mint ők. Vagy pedig elkezdünk, úgy élni, hogy legyünk boldogok. Viszont akkor már be vagyunk kattanva, mert mi többet törődünk magunkkal, mint a világon. És ez nekik nem normális. Az a helyzet, hogy mindent azt szerint nézünk, hogy a mi véleményünknek megfelel, vagy nem. Ezért az ember elítél mindent, ami nem olyan, ahogy azt elképzeli. Már egyszerűen ebből a tényből kifolyólag nem tudsz boldog lenni. Mert a világ egyáltalán nem olyan, amilyen kéne lenni. Ha valaki azt mondja, hogy ez a világ tele van béke és boldogsággal, akkor valószínűleg már az elméintézeten kezelik. Ez nincs. Nincs. És mivel ez nincs, mi elítéljük azt, ami ezt létrehoz.
De mindig, amikor ítélsz, mindig, amikor valami ellen kiállsz, tulajdonképpen azt az energiát ismétled meg, és engeded magadba, amit elítélsz. Ezt mi nem gondoljuk soha meg. Mi nem gondoljuk meg azt a dolgot, hogy mi a rosszat, amikor szidjuk, akkor mi nem a jót szolgáljuk, hanem a rosszat erősítjük. Amikor a rosszal szembeszállsz, és jót akarsz belőle csinálni, és megharcolsz vele, akkor neki energiát adsz. Mert az ő eszközével dolgozik. Az ő eszköze pedig a terrorizmus, az erőszak. És te is ugyanazt teszed vele, mert rossz. Na most ezért történik meg az a szerencsétlen helyzet, ami máma van a világon, hogyha megnézed az összes embert, akit ismersz, többsége jó, és kevesebb benne a rossz. És ez mindenhol így van. És mégsem a jók vezetik ezt a világot. Pedig a többségük jó. Ez miért van így? Azért, mert mi nem tudunk jók lenni. Ez az igazság. Mi úgy képzeljük, hogy mi akkor vagyunk jók, hogyha a rosszat legyőzünk. De az nem igaz. Mi csak akkor vagyunk jók, ha mi feltétel nélkül jók tudunk lenni. Vagyis bekattantunk. Mert az már nem normális, hogy te a rosszal jó légy. Az a te fejed szerint sem normális. Tehát tulajdonképpen a te gondolkodásoddal is már baj van. Mert nem tudsz az lenni, amilyet szeretnéd, hogy a világ legyen. Te azt szeretnéd, hogy a világ jó legyen. Te azt szeretnéd, hogy béke legyen. Akkor te a békédet, meg a jóságodat minden körülmények között meg kell őrizni. És csak azt szabad élni. És ezt nem teszed. Nem teszed, mert az nem normális. És te sem várod el magadtól azt, hogy jó légy a rosszal. Tehát van itt nekünk egy ilyen gondolkodási problémánk és hozzáállási dolgunk. Arról ugye most nem is beszéltem még, hogy bennünk van az indulat. És az az fölháborít. És olyankor elveszítjük a jó energiánkat. És a rosszra, rosszra válaszolunk. Úgyhogy tulajdonképpen belemész és azt éled, amit ő él. Így te csak egy tükör vagy. Te hiába vagy egy jó tükör, de csak tükör vagy. Belőled az jön ki, ami beléd néz. Ha jó néz beléd, kedves veled valaki, te is kedves. Jaj, te édes. Ha rossz veled valaki, akkor abban marad összeszorul, neked is van erőd, és megmutatod te is az alacsonyabb, agresszív erődet. És ebből kifolyólag tulajdonképpen csak utánzod a világot. Mi majmok vagyunk. Mi a majomból születtünk. A természet a majom koponyáját megnövelte, beletett egy nagyobb agyat, és mi azt úgy hívjuk, hogy ember. Szőrünkből is lehult egy kicsit, de mi két lábon járunk, majmok vagyunk. Gondolkodó. Szabad akarattal rendelkező állatok. Ez valóban így van. Megvan az összes állati tulajdonságunk, az ösztöneink, túlélési vágyaink, az agressziónk. Meg tudnám ölni. Az honnan jön? Az állatból jön. És ezt mi hordozzuk magunkban. De mi ugyanakkor egy szív is vagyunk. Mi egy szív vagyunk, amelyik adni akar. Ugyanakkor egy ember vagyunk, aki csak kapni akar, és birtokolni akar. És ez a birtoklási vágyunkkal élünk, és a birtoklási örömeinkkel élünk, és abban megpróbálunk beteljesedni. De a szívünk nem engedi. Ezért nem vagyunk boldogak.
mi nem tudunk a szívünk szerint élni, hogy mi a rossznak is adjunk jót, és a rosszat is szeressük. El tudod képzelni, hogy szereted a rosszat? Pedig el kell jutni oda valamikor. Mi ugyanakkor egy szellemi lény vagyunk. Egy szellemi lény, akinek van egy képzelő erője. És a képzelő erőnkkel meglátunk valamit 20 éves korunkban, és azt megvalósítjuk. És azt mi nem felejtjük el. És mi testünket két kezünkkel használjuk eszköznek, hogy átalakítsuk a világot. Tehát mi egy nagyon érdekes lény vagyunk. Bennünk van az állat, bennünk van az ember, bennünk van a szellemi lény, az isteni lény. Mi élhetünk bármelyik részünkben. És vannak emberek, akik csak az alsó állati világban élnek, csak rombolnak, csak agresszívek, gyilkolnak, ha kell, ha nem, és tényleg ők csak állatot élnek. Van, aki a birtoklásban él, csak abban él. De többnyire mi mindjárt valamelyik részünkben él. Minél erősebb a szívünk, annál inkább szeretnénk békét, szeretnénk örömet, boldogságot. Persze az ember, mivel birtoklási lény, nem jön rá, hogy a boldogság gott. Ha magadnak akarod, akkor az sohasem lesz boldogság. Ez se normális. Ez is bekattantaknak a vélemény. De ha kipróbálod, rá fogsz jönni. Képzeld el, meg lehet tanulni más embernek az örömét átvenni. Idegenek emberek. Bárki. Nekünk fantasztikus képességünk van a szellemünkben. A képzelő erőnkkel. Én látok valakit nevetni, vagy valami gyereket játszani, vagy bármit, vagy aki nagy örömben van, és én annak az érzését átveszem, és magamba viszem. Meg lehet tanulni a mások örömét élni. Meg lehet tanulni a mások boldogságát élni. Ezáltal mi történik? Te csak azt sugárzod. Ez egy jó eszköz és jó gyakorlat arra, hogy megszűnjön benned a féltékenység. Ha valakinek ez a hibája van, hogy féltékeny, és elkezdi ezt a gyakorlatot végezni, ő már nem kell küzdjön azzal, hogy ne legyek féltékeny, hogy megint féltékeny vagyok, hát ez szörnyű, milyen rossz, hogy ez a magad. Átveszed a másiknak az örömét. Átveszed a másiknak a jó tulajdonságát. És érzed, hogy az a tiéd. Te gazdagodsz vele. Akkor mire légy féltékeny? Tehát mi magunkban többet tudunk megvalósítani, mint amennyivel megszülettünk. Mindenféle képességünk. Ez egy a spiritualitás törvénye. Mi boldogan tudnánk élni. Képzeld el, egyetlen egy dolog kéne, hogy minden nap csak mosolyog. Egyetlen egy dolog. Nem tudod megtenni. Tudod mi? Abba kéne hagyd a panaszkodást. Minden ember panaszkodik. És van a mire. Mindenkinek van a mire. Minél többet panaszkodsz, annál többet találsz. Minél többet panaszkodsz, annál koldusabbá válsz. Mert a koldusnak ez az eszköze. És mi mindig látjuk a rosszat. És mindenben keressük a rosszat. Másban, magunkban, az életünkben mindenben. És azt kipanaszkoljuk. Akkor a szomszéd azt mondja, hogy összeállunk, egy órát nyomjuk, leszítjük a világot. Fent, kormánytól le, a önkormányzati, a szomszédig, a körorvosi, a mindenkiig, és mindenhol megnézzük, és a hibákat végig tárgyaljuk, ilyen jót beszélgettünk. Persze ilyenkor az emberi tudat ott lehet van az állati szinten. Semmi jó nincs benne. És akkor csodálkozol, hogy mitől nem megy neked jól.
te azt fogod élni, amilyen energiát magadban létrehozol. Ha te most a panaszkodást kicseréled hálára, és azt kezded megnézni, hogy mi jó. Van levegő, amit lélegzek, van tiszta víz, amit iszom. Jó, hogy egyik lábod levágják, ha van még egy, és azt pont nem vágják. És milyen jó? És mindenbe kezdett keresni a jót. Tudod, hogy mi történik? Próbáld ki három napra. Cseréld ki a gondolkodásodat legalább három napra, csak kísérletből. És nézd meg, hogy mekkora boldogság lesz benne. De nem kell három napot várja, órák alatt, sokszor percek alatt változik meg az egész hangulatod. Te már nem tudsz lelenni, nem tudsz depresszióba kerülni. A hála egy erő, egy energia. A hála erősebb erő is, erősebb energia, mint a szeretet. Pedig a szeretet minden, és mégis a hálával könnyebb. Az embernél a szeretet az nehezen működik. Feltételekhez kötött. De ha elkezded a hálát gyakorolni, akkor rá fogsz jönni, hogy itt minden megváltozik. Tartottam egyszer egy előadást, csak a háláról, szinte egy órát a háláról beszélgettem. És utána, én nem is tudom, mi választottam ezt a témát, de utána kiderült, a közönségből odajött hozzám egy hölgy. Ez Kaposváron volt, ha jól emlékszem. Valahol ott. Odajött egy hölgy, egy fiatal hölgy, és azt mondja nekem, hogy amit maga elmondott, az egy csoda, de én azt élem. Nézze meg velem, mi történt. 32 éves korában összeomlott minden. A munkahelye, a párkapcsolata, a barátai, pokol lett az élete, de annyira lement, hogy azon gondolkozott, megöli magát. Depressziós volt, meg minden baj. Egyszer egy reggel arra ébredtem föl, mesélje el nekem, hogy valami azt mondja, légy hálás. Mondtam magamban, én hálás, hát mire? Hát itt minden tönkre van menve. Mire legyek én hálás? De ez neki egy olyan erős látomás volt, hogy ő nem szabadul. Úgyhogy vásárolt egy füzetet, és elkezdte fölírni, hogy miért legyen a hálás. Nem tudott kitalálni hirtelen sok dolgot, de elkezdte gyakorolni. Egy hét alatt eljutott oda, hogy már tudott több dolgot, amiért hálás legyen. A füzetében mi volt írva? Dátum reggel délbe este. És reggel délbe este jegyzet értek, hogy miért hálás. Képzeld el, amikor találkoztam vele, akkor annak volt 8-9 hónapja vagy ilyesmi. Amikor kicserélődött a munkahelye, új baráti köre, el is költözött, minden, az egész tábla az életéből le volt törülve, és minden neki volt cserélve. Azt mondja, én nem tudom elképzelni az életemet, ha megyek az utcán, ha akárkivel beszélek, hogy én érezzem, hogy én mi vagyok hálás. És én egy végben csak erre tudok gondolni. Úgyhogy ez a dolog, amit én mondok, ez nem a levegőből kapott valami. A hála egy olyan erő, amely megváltoztatja akár a jövődet is. Elmesélek még egy sztorit. Ez a hála, ez egy borzasztó gyors, effektív és csodálatos eszköz arra, hogy pillanatok alatt az életedet megjavítsa. Ha padló vagy, úgy képzeld el, hogy nem tudsz 10 percig a padlón maradni, nem 10 napig, 10 percig, ha elkezded hálás lenni. Téged fölemel. Tudatilag fölmész és kinyisz. Budapesten minden pénteken van ilyen meditációs este. Egy este egy alkalommal odajött hozzám egy hölgy, meditáció végén, megvárta, hogy utolsó legyen, ha mindenki elment. Azt mondja, én magához azért jöttem, hogy maga nekem kér segítsen. Mondom, hát én magának mit segítsen. Hát azt mondja, én már annyi helyen voltam, ilyen spirituális helyeken, senki nem tud rajtam segíteni. Mondom, mi a baj? Hát jövő csütörtökön
tárgyaláson van törvényszéken, és ha én azt a pert elveszítem, akkor kikerülök a híd alá. Hajléktalan leszek, és tönkre megy minden, és én ettől annyira félek. És nekem valaki kell segítsen. És ahogy néztem, én mit tudjak ennek a hőnek? Hát mondom, hogy mit segítsen? Engem nem érdekel maga, mit csinál. Én innen el nem lék, ameddig maga nekem nem segít. Mert maga az utolsó, ahol én még segítséget kaphatok. Nagy bajban voltam. Gondoltam magamban, Jézus megmondta, ha a hited elég nagy, akár mit megcsinálod? Egy törvényszéki tárgyalás, ez nem is téma egy isteni hit vagy erőnek. De ez a nő 4 nap alatt hogy fog hitre szert tenni egy olyanra, ami megtörhetetlen, ami nem ismer kétséget? Tehát a hit azt jelenti, hogy én tudom, és ott aztán semmi más nincs, csak tudom, és az meg is történik. Ez működik, de nem így. Hát én jajgattam, mondtam neki, hát én nem tudom. 4 nap azért megy, és csak így, meg úgy. Engem nem érdekel, valamit csinálni. Nagyon határozott voltam, nem tudtam elrázni. És akkor beugrott nekem. Mondom, megvan. Na, mondjuk. Mondom, hátra megy az asztalhoz. Az asztalon vannak fényképek a mesterről. Maga kiválaszt egy fényképet a mesterről, aki egy magas tudatot hordoz, aki magának tud segíteni. Elmegy haza, ideje van, igen, mondom, ez napi 7 óra, ez nem számít. Mondom, maga a mester fényképével készít egy kis oltárt magának, virággal, és leül, és elkezd hálás lenni. És aztán ezt, amit én most mondok, ezt ragozza 100-szor, 1000-szer, mester, én olyan hálás vagyok neked, hogy ezt a pert megnyertem. És minden problémámat megoldottad. És ezt maga mondja, 7 órán. Nem probléma. Jó. Boldogan elment, hátra a fényképért, és én is boldog voltam, hogy elment. Leráztam. Eltelik egy jó másfél-két hónap, vagy ilyesmi. Egyszer jön egy nő hozzám, megint egy pénteken. Jó estét. Tudja, ki vagyok? Mondom, nem. Én vagyok az, aki meg kellett nyerje a pert. Jó, mondom, tényleg, na hogy volt? Semmi hogy volt, egyszer én beszélek. Na mondom, mondja. Magának a hite túl kicsi. Maga egyszer meg kell tanulja hinni a mesterével, hogy tudja tőle. Maga azt mondta, hogy a 4 nap kevés. A maga mesterével a 4 nap túl sok is. Értem. Na, mi történt? Nagyon elmesélem. Első nap leültem, ugye a 7 órát nem kellett egy évvel kívülni, de naponta össze kellett jön a 7 óra. Azt mondja, én estére azt éreztem, hogy a fejem szétrobban, üvölteni tudtam volna. Olyan agresszív voltam, magát elkívántam a pokolban, meg a mestert, meg mindenkit. Ki voltam nyírva. Második nap ugyanez folyt. A dühöm kezdett apa hagyni, de csak bőgni tudtam. Csak sírtam, de egy végben mondtam, amit maga megmondott. Kellett csinálni. Harmadik napra azt mondja, helyre jöttem. Harmadik napra kezdtem estére boldog lenni. Azt mondja, a negyedik nap olyan boldog voltam, azt mondta, mester, én olyan hálás vagyok neked, hogy én a boldogságot érezhetem, engem az a hülye pert egyáltalán nem érdekel. Legyen vele, ami lesz, csinálj vele, amit akarsz, de én neked hálás vagyok. Én ennyi évet éltem, itt vagyok 55 évesen, és én életemben még nem tudtam, mi a boldogság. És most itt tudtam meg tőled 3 nap alatt. Engem nem érdekel a pert. Azt mondja, én csak fütyörésztem, mint egy polon mániákos, és boldog voltam. Felöltöztem, jött a tárgyalás napja, engem nem érdekelt semmi, még elköszöntem a képtől, mondtam, na mester, megyünk, rendezed a dolgot, de engem nem az érdekel, engem a te boldogságod érdekel. Elment a tárgyalásra, kipingálta magát, nagy boldogan, vidáman az ügyét megláttam, jó napot, ügyét! Jöjjön csak ide, maga mit hívott? Én semmit. Azt én nem hiszem, én magát ismerem.
Maga nem így néz ki. De most ilyen vagyok, mert boldog vagyok, mert nem érdekel a per. No, pont ez a baj. Mit szeded be? Én semmit szedettem be, doktor. No, most aztán legalábbis el kelljen csendesen. Azt mondja, kézzel jár. Megnyertük a pert. De nem úgy, ahogy az ügyvédem szerette volna, hanem 50%-kal a fölött. Az ügyvéd súgta nekem, hölgyem, most itt nagyon vigyázz. Gyorsan az aláírással tűnjünk el, mert ezek észre fogják venni, hogy itt tévedés történt. Ezt én nem hiszem el. Úgyhogy így végződött a sztori a hálával. Én azt a hölgyet az előtt életemben nem láttam, azóta sem láttam. Neki már nincs szüksége ilyen meditációkra, vagy mindenre. Neki megvan az eszköze. És ez nem vicc. Hidd el nekem, hogy ez így működik. Nekem még több sztori van, de ez a kettő kiemelkedő. És ez a kettő tényleg olyan, hogy valami döbbenetes, hogy mik tudnak történni. Úgyhogy te, ha azért vagy hálás, ami még nincs, akkor az neked meg lesz. Te azért vagy hálás, ami van, akkor neked az van. Mindegy miért, csak hálás lesz. Az egy más energia. Az én mesterem azt mondja, hogy Isten a kegyelmével rendez minket. Kinek mennyi isteni kegyelmet van, azt szerint tudsz élni. De az isteni kegyelmet a hála tudja hozni. A hála a mágnes bennünk, amely az isteni kegyelmet lehozza. És ha valaki hálás, akkor teljesen mindegy, hogy mit él és hogy él. De a hála megváltoztatja őt minden szempontból, és minden pozitívá válik az életében. És csak boldog tudsz lenni. Egyszerűen nem tudsz más lenni. Na ez tőlem. Tehát, itt mi, ahogy élünk, itt vannak dolgok, amit mi nem jól csinálunk. És ezek a dolgok miért vannak? Egyszer azért, mert nem ismerjük. Minket nem tanított senki. Szüleink sem tanítottak, mert ők is csak aggódtak, meg látták magukat. Tehát gyermekkorból sem tudtuk, mi is átvettük azt a dolgot. Mi ilyen életet élünk, ahol tulajdonképpen mi azt hisszük, hogy egyedül vagyunk. Mi azt hisszük, hogy én vagyok a szenvedésem, és senki sincs, aki rajtam segíts. És mi ebben a mondta tévedésben élünk. És senki sincs egyedül. Benned van egy belső én. Ha megérzed, bekettyentél, bekottantál. De ez benned van, és ez mindenkiből van. Ha érzi, ha nem érzi. Ha hiszi, ha nem hiszi. És mi nem foglalkozunk vele. Mi csak a félelmeinkkel foglalkozunk. Mert mi mindig úgy képzeljük, még ha társunk van is, az, amit én élek át egyedül rosszat, az az enyém. És azt magamba bezárom. És most a bolt zárva van, hagyjatok békén, mert szenvedek. Önkéntesen vállaljuk föl. Önkéntesen a sértődéseinket ápoljuk. Önkéntesen a féltékenységünket és mindenféle negatív dolgot, mert tudjuk, hogy egyedül vagyunk. És tudjuk, hogy nekünk kell megbírkozni a dolgokat. Ha te a hálába kinyílnál, akkor megéreznéd, hó, itt valami más folyik. Itt van valami erő, ami engem kísér, ami engem támaszt, ami engem tart. És megnyeri nekem a fejet, ha kell. Vagy akármit megtesz, amit kell. Kicsi dolgokról nem is beszélnem. Úgyhogy ez ilyen érdekes dolog, hogy mi nem jól hisszük magunkat. Mi úgy képzeljük, hogy mi csak annyi vagyunk, az értelem, a testünk, és ezek a dolgok, amiket birtokolunk. De az az én. Ki az én? Ki mondja azt, hogy ez az én kezem, ez az én bánatom, ez az én rossz gondolatom,
ez az én értelmem, és így tovább. Te valaki én vagy, és az az én belül, az az erő. És mi abban az irányban nem élünk, mert mi mindig csak kifele élünk. És csak azokat nézzük és birtokoljuk, és azzal törődünk, amit tudunk, hogy a miénk. Én a testemet ápolom, de azzal törődök, akár edzek, vagy diétázok, vagy akármit csinálok. Én az egyenemet rendezem, szépeket olvasok, hogy jó gondolataim legyenek, meg akármit csinálok, de ki az az én? Mi azzal nem foglalkozunk, mi nem fordulunk befele. És nézd meg, hogy a hála például egy olyan energia, amely befele fordít, annélkül, hogy csinálnál valami. A meditáció pedig az eszköz ahhoz, hogy azzal az ént megérezd, aki te vagy. Amikor csak pörögnek a gondolataim, és nem állnak meg, és csak folyik és folyik, és tudod, milyen a kényszer gondolkodás, mikor megsértenek, mikor bajba vagy, akkor nem tudsz kimenni. Te egy áldozata vagy. Te egy kiszolgáltatott rabszolgája vagy az értelmednek. És magadat tönkre teszed. Mert nem vagy képes rábízni valamit Istenre. Mert nem is hiszel benne. Hát ha van jó, szerencsénk úr. Ha nincs úgyis jó, hát ha nem hárt, nem árt, nem használt, akkor talán menjünk el a templomba, vagy imádkozzunk. Ennyiből áll a kapcsolat Istennel. De Istennel való kapcsolat az egy más dolog. Isten egy valóság, ami mindenben benne van. Élő élettelen, és vele lehet beszélgetni. Nem mondom, én mondtam, be vagyok adtam. Ha te az éneddel beszélgetsz, ha te csendbe tudsz lenni, és meditálsz, tulajdonképpen az Isten nyelvét gyakorlod. Úgyhogy nem csak a magyar az Isten nyelv, hanem a meditáció is Isten nyelv. A csend. Képzeld el, hogy a csend össze tud kötni minket a túlvilággal. Azzal a szellemi lényen, aki beszületett ebbe a testbe, és aki ezt a testet itt fogja hagyni, amikor eljött a halál órája. És ezzel te a csendben keresztül kapcsolatba tudsz lenni. És ez egy nagyon-nagyon érdekes játék, és érdekes dolog. Tehát a csend az, amely nekünk mindent ki tud tárni és feladni. Akkor tudunk rájönni tulajdonképpen, hogy mi nem az értelem vagyunk. Ez csak az én értelmem, az én gondolatom, de az nem én vagyok. Én valami más vagyok. Tehát a meditáció egy eszköz a szellemi jogában, ahol meg akarjuk ismerni önmagunkat. És meg akarjuk tudni, hogy mi kik vagyunk. Nem azt, hogy a szomszéd asszony ki, szomszédék ki, és kinek milyen van, meg milyen nincs, és mit csinál, és mit nem csinál, hanem én ki vagyok. És ezáltal, hogy mi nem mással foglalkozunk, hanem magunkkal kezdünk foglalkozni, akkor jön belülről a válasz. És belülről a válasz pedig egy tágulás. És rájövünk arra, hogy mi nem ez a szűk test vagyunk, mi sokkal több vagyunk. És ez a több valami az energia. Mi nem az energia szerint élünk, mi a birtokaink szerint élünk. Nekünk az életben mindig azt nézzük, hogy mi a birtokolni való, mit érdemes birtokolni. Nem azt nézzük, hogy mi milyen állapotban vagyunk. És szomorúak vagyunk, hogy nem sikerült a vágyunkat teljesíteni. De az, hogy belül boldogok legyünk, az nem ettől függ. Csak mi erre nem jövünk rá. Mert mi is soha ezt nem gyakorlunk. A csend nincs benne a nyugati ember kultúrájában. Sem ebben a városban, sem az országban, sem semmi. Minket nem tanítottak erre. Gyermekkoromban nem fogta, hogy lapok anyuka a kezünkre, és azt mondta, hogy légy csendben.
és a csendben érezd meg a szeretetet, amit én neked adok. Utána engedett volna a soriba, és azt mondja, ez, amit a csendben érzel, ezt te egész nap hordozod magad, és bármikor hozzányúlhatsz. Az energia a lényeg, nem pedig a külsőség. És téged nem kell vigasztalni, kisfiam vagy kislányom, hanem te magadba hordozod a vigaszt, magadba hordozod az örömet, csak csendben kell légy. És minden megvan. Ezt mi nem tanultuk. És most sem tanuljuk. Ezt az emberek nem tudják. És nem is valahogy nem is akarják tudni. És hiába beszélsz erről, hiába, atya, nem és nem és nem. Nincs időnk. Nincs időnk csendben lenni, mert annyi minden van. Ugye azon kívül, hogy az ételt meg kell főzni, meg a dolgot el kell végezni, kiadom, hogy mit csinálj. Mert ez is érdekes, az is érdekes, megy a tévé, megy a komputer, megy a minden, és megy a fejünkbe az egész dolog, és nem tudunk leállni. Pedig bennünk van minden. Olyan egyszerű, és olyan csodálatos. A belső béke az egy bennünk lévő dolog, amit mi csak a csendünkben tudunk megtalálni. És mi arra nem veszük az időt. Ha az időt nem veszünk, nem kapjuk meg azt. És akkor itt van, hogy az életben annyi problémák. Mindenki szeretne boldog lenni. És nem tud. Mert mindig azt hiszed, hogy másoktól függ a boldogságod. De az öröm és a boldogság az itt bent van a szívedben. Azt vagy meg tudod nyitani magadnak, vagy más nyitja meg neked, ha hízeleg, vagy ad egy virágot, vagy akármit. Jaj, te édes! De ha nem adja, akkor már csalódtál. Akkor már nincs öröm, nincs boldogság. Tehát másoktól nem lehet függni. Az elvárások mindig csalódással jár. Tehát a boldogság az egy privát ügy. Egyszerűen az egyedül a te privát ügy. Te az életedet boldognak fogod leélni, vagy sem. És oda ne engedj senkit beleszólni. Ahhoz pedig meg kell tanulni magadba csendben lenni. Ha én megtanultam magamban csendben lenni, ha én megtanultam magamot elfogadni mindennel, ami nekem van, jó és rossz. Ha én megtanulom magamot szeretni, akkor semmi problémám nincs. Mi nem magunkat szeretjük. Mi azt hiszük, hogy másokat kell szeretni. Jó, ha másokat szeretsz, nem magadat az önzés. De ha te magadat nem szereted, és nem tanulod meg szeretni, akkor te nem jó energiával néz. És a szeretet, amit másnak adsz, az csak színjáték. Mert a szeretet valóságban nem egy darab tárgy, amit oda lehet adni, vagy el lehet venni. A szeretet egy energia, egy állapot. És ez az állapot, ha bennem van, akkor én mindenkit szeretek. És egyszerűen belőlem folyik. Akkor nincsen külön. 10 deka szeretet az anyósomnak, egy fél kiló a férjnek, a gyerekek meg 5 kiló, aztán a szomszédnak néha egy-egy kicsi, azoknak semmi, és így tovább. Mi így bánunk a szeretettel. De ez nem egy posztó, hogy fel lehessen darabolni egy ollóval, mennyit kapsz belőle, mennyit adsz belőle. Tehát mi magunkban meg kell valósítsunk valamit, amit mi élünk ahhoz, hogy a szabály. Ez minden dologra érvényes, amire neked szükséged van. A mi életünkben mire van szükséged? Szeretetre, boldogságra, békére. Ezeket nem tudod megvenni. Nézd meg a világ nagyjait, a milliárdosokat. Azt hiszed boldogabbak, mint te? Puh.
én egyen sem cserélnék helyet. Mindenik megvan van a maga bajom. És magukat pont úgy kinyírják, mint a legszegényebb. Ennek semmi köze a kettőnek. Ezek az értékek, belső értékek. A belső értékeket pedig belülről lehet csak kihozni. És ezt nem akarjuk mi megjegyezni. A külső értéket kívül kell kilapátolni, megdolgozni, elmenni, bármit csinálni, hogy megkap. De a belső értéket belül. Na most a kettő összefügg. Mert a jólét nem föltétlen jelent jólétet. A jólét, ugye van money, megveszünk mindent, amit jel. De a jólét az egy energetikai állapot, ahol én boldog vagyok, ahol én meg vagyok elégedve, ahol beteljesült vagyok. A pénz ezt nem teszi meg. Viszont a kettő persze, hogy fedi egymást. A teljes szegénységben nagyon nehéz jól lenni és jól létet érezni. De az is lehetséges. És az ember képes, sok-sok érdekes dolog, képes olyan dologra, amit el sok kívül. A rosszban is meg lehet találni a békét, a saját békében. Mert te mindenhol hordozod azt. Ez a lényeg az egész. Tehát, hogy te jól létbe éljél, ahhoz befele kell magadat dolgozni. Belső gazdagság kell. Most érdekes módon, aki belül gazdag, az kívül nem lesz szegény. És azzal te nem is kell foglalkozni. Az életnek a törvénye úgy van, lenni, tenni és birtokolni. És mi mindig felülkezdjük birtokolni. És akkor megszerezzük. De nincsen alapja. Lenni, tenni, az hiányzik, az a, hiányzik a fundamentum, a falok, de a háztető megvan. És akkor állsz és nem bírod tartani. Mert egyszerűen a birtoklás az magától kéne jöjjön. Az annak az alapján kéne jöjjön, hogyha te valamit akarsz, nézd meg, milyen ember az, akinek az van, és váljál olyanná. Változzál meg, és ez nekünk a nehéz. A megváltozás. De ha megváltoztál, úgy cselekszel, és automatikusan birtokolsz. Az igazi, belső gazdagságban rendelkező embereknek megvan, ami kell neki ahhoz, hogy éljen. Úgyhogy hiába keresünk a beteljesedést a kedvesben, a gyerekekben, a mindenkiben, mert ők nem élnek mindig, és soha nem is lesznek. Mi egy nagy hibát követünk el az életünkben. Mi szeretnénk jobbá tenni a világot azáltal, hogy megváltoztatjuk azt. A gyereknek megmondjuk, hogy hogy kell viselkedjen, a kedvesbe tudjuk, hogy mi nem szeretetre méltó, azt lefaragjuk róla, és színemezi. És átalakítjuk. Majd én megmondom, hogy te hogy leszel boldog, mert én azt jobban tudom, hogy te mitől leszel boldog. És nézd meg, hogy az életünket arra tesszük, hogy pont azok az emberek, akikkel együtt élünk, akinekünk a család, aki a legközelebb áll hozzánk, azokat tönkre tesszük. Terrorizáljuk őket. De csak azért, hogy boldogok legyenek. Hogy nekik jól menjen. Úgy, ahogy mi elképzeljük. Mi azt képzeljük, hogy mi tudjuk, hogy a másikban mi van. Ez egy teljesen más lény. És egyáltalán nem is a mi tulajdonunk. Mi azt elfelejtjük. Ő rajtunk keresztül a világra jöhetett, de nem mi teremthettük őt. Az csak az állati része a játéknak. De a magasabb része a játéknak nem ez. A magasabb része, meg megvan a tulajdonos. Van egy tulajdonos, aki mindenki az ő tulajdonos.
Mi nem merjük rábízni a dolgokat. Mi azt hiszük, hogy csak mi tudjuk. És akkor nagyon aggódjuk magunkat, felnőtt gyermekekért, és olyan dolgokért, ami nem a mi hatás körünk, és mi nem is tudunk azon változtatni, agyon rágódunk, mert olyan feladatot vállalunk, amihez nekünk egyáltalán nincs meg a képességünk, és nincs meg hozzá a látásunk, nincs meg hozzá az erőnk, nem tudjuk azt kezelni. Úgyhogy mi egy stresszben élünk. Mert mi mindig a másokat akarjuk megváltoztatni. Így aztán nézd meg, hogy a legtöbb szenvedés a világon a családokon belül van. És a kezdeti szeretetből, nagy szerelemből, aztán jön a gyűlölet, odáig fajulnak ezek a dolgok, aztán hogy elválunk, vagy egymás hátába tesszük a kést, ez is mindennapi már a világon. Miért? Csak azért. Mert nem olyan, amilyen kéne ő legyen, szerintem. És akkor így ebből nem jönnek össze a dolgok. Mi a mi helyünket a természetben nem jól értékeljük. Mi nem tudjuk, hogy mi miért vagyunk. Az egyén azért van, hogy szolgáljon. Az egyén nem azért van, hogy őt szolgálják. És ez minden egyénre érvényes. És aki erre rájön, és ezt el tudja fogadni békében, azok boldog. Többiek nem. Többiek uralkodnak, ameddig aztán össze nem törnek. De az nem a mi szerepünk. Az ember egy olyan szerepet játszik, ami nem az övé. És ez mindenkire érvényes. És te is, mint minden ember, nem tudod, hogy hova helyed. Meddig kell nyúljál? Hogy azok a dolgok, amit te nem látsz át, ne változtass meg, vagy ne akar megváltoztatni, mert beletörik a bicskán. És valóban beletörik. Ez olyan, mint a kutya. Ha van egy kutyád, és elneveled, nekem mindig van kutyám. Gyermekkoromtól mindig volt kutyám. Úgyhogy én a kutyákat nagyon szeretem. De egy elnevelt kutya, az egy szörnyű lény lesz. Ha a kutyának megengeded, hogy ő oda menjen, hova akar, ő vezet téged, oda húz, ahova akar, és teljesen átveszi az uralmat, akkor a kutya megvadul. Miért? Mert ő stresszbe jön. Ő nem tudja átlátni az ember világát, de ő érzi, hogy most ő a főnök, és egy farka van mögötte, és azok emberekből állnak. Akkor rendet kell tartani. Az első, hogy biztonságban megharap mindenkit, aki útjába kerül. Családot, barátot, ismerő, szomszédot, mindent. Mert stresszben van. Persze otthon aztán a kutyának meg lesz majd az asztalnál is, akár a helye, mert hát ő már egy fejlettebb, ő ezt akarja, tudja, mit akar. Alapon az ember gyengeséget mutat a kutyával, és akkor a kutya lesz a fönn. Befekszik a diványba, és ha te oda mész a sarkához, hogy télit nézzél, már rád mórog. Szerencsében, ha nem harap a fenekedben. Akkor te okkeli nősz, nézed a télét, a kutya kinyúlva a divány. Ilyenek léteznek. Tehát a kutya bekerült a te helyedre. Kutya egy olyan szerepet kell játszódjon, ami nem az ő természete. Természetben a kutyának nem ez a helye. A kutyának a helye, hogy te lábadnál van. És a kutya annak akkor boldog, ha neked szót fogad. De mivel el van nevelve, ő szerencsétlen, stresszben van. Mi így élünk, mert nekünk Isten adott szabad akaratot, és mi a szabad akaratunkból kinőtt a szarunk, és azt képzeljük, hogy mi mindenkit és mindent, a mi kedvünk, és elképzelésünk szerint átalakíthatunk. És ezt nem tudjuk megtenni. Nincs olyan, hogy te egy embert meg tudj változtatni. Ezt ne felejtsd el. És egész életedet annak éled, hogy változtasd meg őket. Tehát rosszul élsz. Egy olyan célnak élsz, ami lehetetlen, amit nem lehet megtenni.
kutya helyében ugyanezt történik. Az ember. Az ember is bejön Istennek a diványába, és kibólogja Istent a helyről. Hagyd végig te a sorson, én jobban tudom, hogy az én gyermekemnek úgy jár. És megpróbál ő felelősséget vállalni a felnőtt gyermekért. Hát bízd rá a főnökre, azért van ő. Ő kavarta az egészet, az ő játéka. És mi ezt nem tudjuk megtenni. Kutyát nagyon könnyű megjavítani. Ki ért a kutyámat, tudja, mit kell csinálni. Megfogod a pórázt, nyakörvét rá, pórázol, jó rövid pórázra fogod magad mellé, elmész egy kemény pórát gyalogolsz reggel is, meg este is. A kutyát csak ott engeded megállni, ahol te akarod, arra tész mellette akarsz, semmi sem engedsz neki a sétában. A kutya egy falka állat, ő egy hét alatt, pár séta után rájön, hoppá, itt vissza van mélve a pozíció. Itt a főnök, ő a főnök, én vagyok a kutya. Kutya megnyugszik, nem haragná meg senki, leküldöd a diványról össze. És ez működik, de ez az emberrel is működne. Ha te minden nap kimennél egy kemény órát gyalogolni, hogy leiszadj, akkor megváltozna az egész gondolatvilágod, megváltozna a hormonális rendszered, jönnének az endorfinok, mindent másképp kezdené nézni, és amíg egy órát gyalogolsz, mikor eltelt 2-3 hét, rájössz, hogy te kezdél csendben lenni, ebben az időben nyugodt és csendes lettél. Na de ki teszi ezt meg? Senki, mert nekünk szabad akaratunk van. Isten nem tart minket pórázon. Ez a probléma. Mert ha volna neki egy póráz, megmutatná, merre menjünk, akkor könnyebb lenne. Mi pedig szabad akaratunkból inkább azt választjuk, hogy megnézzük a programot a tévében, elbeszélgetünk ezzel, azzal, vagy a kütyűvel játszunk, vagy Facebookolunk, vagy mit tudom, mit csinálunk. De közben dirigáljuk tovább, hogy aztán hol legyen rend a házban. És tovább változtatjuk a népséget. Aki nem akar megváltozni, olyan buta, hogy nem 30 éve próbálom, de nem megy. Alapon, akkor megint csak szomorúan üldögész. Tehát nem akarsz megváltozni. Ezért szenvedsz. A szenvedésed egyik fő oka és forrása az, hogy te nem azt éled a természetben, amire teremtve vagy. És ez a nem azt élés az emberek közti viszonyodat illeti. Te mindig azt hiszed, hogy te több vagy, mint a másik. És ez egyszer nem igaz. Másodszor, te nem látod jobban, hogy mi a helyes, mint Isten. A kutya sem látja jobban, hogy mi a helyes, mint én. Mert nincs meg hozzá a képessége. És neked sincs meg hozzá a képessége. Tehát ez az egyik ok. Ezért a szenvedés jön. És elkerülheted. És szenvedsz, és az életet leszenveded, és aztán eltemed neked. De minden, ami benned van, minden tapasztalat él. És az benned tovább él. És nem telik el 5-7 év, és újra születsz. És jönnek a tapasztalatok, az emlékek, és hogyha nem sikerült, megint megpróbálod. Az ember nagyon mutat. Egy jó pászor kell szenvedjen ahhoz, hogy beálljon neki valami. Mikor egy pár életet szenvedtünk, akkor egyszer csak elkezdünk gondolkozni. Nem is olyan biztos, hogy ezt én kéne eldöntsem. De vajon mi volna a jó? Ez volna a jó, vagy az? Nem lenne valaki, aki nekem megmondja, hogy mit kell csinálni? Annyi ember kérdezi tőle, mondd meg, mit kell csinálni? Olyan örömmel azt csinálnám, már elege van belőle, hogy neki szabad akarata van. De még nem tud megmondani, kérdezd meg a szívedet ott benne, meg van írva minden. Így szenvedésünk során egyszer csak leállunk, és akkor elkezdjük keresni, hol van a póráz. Milyen jó volna a nyakamot, a büszke fejemet beledugjam a pórázba, és mondja, hogy jobbra vagy balra kell menni.
mit tegyek én, hogy úgy élhessek, hogy ne csalódjak, hogy ne legyen lelkiismeret furdalás? Hogyan tudnám az életemet így rendezni? Amikor az ember eljut idáig, akkor már egy fejlettebb ember, már többször volt ember, sok-sok emberi élete van. És ilyenkor ezt úgy mondjuk, hogy kereső. Te kereső lettél. Mit keresel? Te azt keresed, milyen módon tudnál meg szabadulni ettől a hülye szabad akarattól. Nem is tudod, hogy mit keresel. De azt keresed. Mert rájöttél az életek során, hogy csalódás, csalódásra és szenvedés, szenvedésre jön. És az, ami szerinted döntesz, az nagyon felületes. De az élet nem felületes. És mivel te mélységében nem tudsz dönteni, keresed Istent. Keresed Istennek a pórázat. Isten nem tart póráz. Isten nem akar magának egy szelidített, két lábon járó emlős állatot a földön. Ezért nem ad nekünk pórázat. És szabad akaratot ad. És a végtelenségig ad szabad akaratot. Nézd meg, hogy emberek mire képesek, és hova jutnak el. Gyilkolnak, mindent csinálnak, mindent tűr Isten. Azt mondod, miért nem is létezik, hogy legyen egy Isten, ha ezeket a szörnyűségeket hagyja, és a szabad akarat határtalan. Neki megvannak a törvényei, és a te, amikor kimentél a határokból, a törvények rajtad kezdenek hatni. És utána jön a szenvedés. És a szenvedésen keresztül, mert az ember olyan buta, hogy csak a szenvedésből tanul, azon keresztül megtanulja, hogy kell keresni pórázat. Nekem kell legyen egy viszonyom Istennel. Én tudjam, hogy merre jár, hogy én is arra járjak. És akkor jön valami új. Tudod, mi Isten meg a pórázat? Hol találod meg? Csendben. A csend Isten pórázat. A csendben megtalálod a választ, hogy hogy éljél. És ez már nem függ a te gondolkodásodtól. Ez nem függ a te öt érzékszervettől. Ezért ezt mondta, ezt hallottam, ezt láttam, ez történt. Az csak az öt érzékszerv. A hatodik érzékszerv. A megérzés kell kialakuljon. Csak ott fogod tudni megérezni, mi az isteni és mi nem az. Én amikor ezt elkezdtem megéreztem, ezt ne tedd meg, mondta nekem belülről. Mondom, nem a fenét, én kemény fiú vagyok. Megtettem, ráfizettem, beletöltem és kell minden. Ebben a könyvemben a harmadik kívánságban leírok eseteket, ahol pénzeket veszítettem meg minden. Nem hittem el, hogy ez egy belső, hogy ez komoly. Én az eszemmel okosabb vagyok. Igen, de mondjuk nem, szerencsére nem mindenki olyan vastag koponyájú, mint a székely. Tehát vannak okosabb emberek is. Én nem hagytam magam. Addig mentem, amíg aztán az orrom éres volt, és akkor rájöttem, hoppá, belülről sokkal jobb azt a valamit, az érzéket tudomásra venni. És megtanulni. Nekem rögtön jön az érzés. Hát nem az jön, hogy mit csináljak, mit ne csináljak. De az olyan erősen jön, hogy fáj. Miért? Mert megtanultad kinyitani a szívedet. Ezt csak a szívből tudod megcsinálni. Tudnélek, nekünk van itt a gondolkodó részünk, van az értelem. Az értelem valahol itt a fej körül lakik. És az értelem egy belső szerv. Nem látható. A gondolatok nem megfoghatóak, mégis a materialisták azt hiszik, hogy ez az. Én csak azt hiszem, amit látok. Hát akkor van-e neked agyad? Gondolatod, értelmed nincs? Ezt nem lehet látni. Tehát egy belső, és itt laknak a gondolatok, és ez a gondolatvilág, és ezt azáltal befolyásoljuk, amit mi hallunk. Az érzékszerveink tartsák fenn az egészet. De van nekünk egy szívünk. És a szív az itt van. A szív egy pontosan olyan érzékszer, mint az értelem. Csak a szív nagyobb. Csak mi ezt nem tudjuk. A szívben vannak az érzések. Az érzések nincsenek már kötve
az időhöz és a térhez. Mint a gondolkodás. A gondolkodás, mivel az érzékszervektől függ, én nem látom, hogy kim az utcán mi történik. Én nem látom, hogy velem mi fog történni holnap, vagy akár ma éjszaka is. Fogalmam sincs. De az érzéssel tudom. Az érzés azt mondja, hogy te ma ne menj el. Múltkor volt egy olyan. Elindultam éjjel Bécsbe, én mindig éjjel megyek haza, egy ilyen előadás után beülök a kocsiba, most este Bécsig meg sem állok. És a múltkor Budapest határán már túl voltam, akkor jött belőle egy olyan érzés. Ne, te nem menj haza. Megfordultam, viszont nem. Hogy miért, azt én nem tudom. De én már szót fogadom. Most már jó, hogyha lettem, belőttem a nyakamat a porrázba, és boldog vagyok, hogy vezetem. Az érzéseink nincsenek kötve az időhöz. Azt tudod, hogy ha egy rossz érzés, akkor egy hónap, hónap után lehet 5 vagy 10 év múlva, de ebből nekem bajom lesz. És ezért könnyű dönteni. Ez viszont már nem az értelem. Ez nem az érzékszervek, ez a hatodik érzék. És ha a hatodik érzéket nem fejlesztjük ki, akkor mi csak az értelmi szinten lévő ember vagyunk. Mi nem tudunk ember fölöttivé válni, mi nem tudunk a természetünkből kimenni. Csak akkor, ha azon felül megyünk. Mindenki szeretne természet fölötti erőket, ember fölötti lenni. Na de ha nem is, legalább gyógyítani. Ez akkor a vágy az emberekre, engem a csoda önnek, hogy még kell annyit gyógyítani, hogy ez most már rendes iparág lett. Mennek ezek a nagy gyógyító tanfolyamosok, városról városra, kasszírozzák a százezreket fejenként, és akkor mindenki, jó, ez meggyógyítom, és akkor jó. Természet fölött erről ráteszem a kezem, de érzem. Egy ilyeneket mind bebeszélnek maguknak. Ezek nem működnek. Jegyezd meg! Én nem valami ellen vagyok, én az egész ellen vagyok. Így sem működik. Tudod, mi nem működik? Mert te nem lehetsz természet fölötti erők birtokosa, ha te a természetet szolgálod. Te a természetedet kiszolgálod. Te szolgálod a tested tunyosságát, te szolgálod az életerőd ösztöneit, te szolgálsz mindenféle indulatodat, mindenféle rossz dolgodat, ami a természetedben nem jó, és azoknak vagy a rabszolgálj. Te hogy legyél a természet ura, ha te a rabszolgálj vagy? A kettő együtt nem megy. És én most mondok valamit. Ha te magadban legyőzted a saját természetedet, ha te kinőttél belőle, és föléje mentél az ösztöneidnek, föléje mentél a tested tunyosságának, és a természetedben lévő negatív dolgokból kinősz, te nem kell elmenni tanfolyamra. A természet fölötti erők a tiedek, mert azok nem természet fölöttiek, hanem a mi természetünk fölött vannak, és mi még nem tudjuk, hogy ők vannak. Természet fölötti dolog nincs, csak természet van. És a természetnek van egy sávja, amit te látsz. De ami még azon túl van, azt nem látod. Abba bele kell nőni, te azzá kell váljál, hogy te azt bírt. Ennyire egyszerű. Tehát nekünk magunkon kell kezdeni a változást. És magunkat kell megváltoztassuk ahhoz, hogy mi megváltozunk. Ha téged elönt a hála, ha te reggeltől estig hálás vagy, te lehetsz akár ilyen beteg, te boldog tudsz lenni. Te lehetsz akár ilyen rossz állapotban, ha te a hálát gyakorlod és gyakorlod, téged az kivisz belőle. Ezek spirituális energiák. Ha te magaddal és magadból többet csinálsz, és mindig többet teszel, mint amennyit tudsz. Elmész sétálni, elmész gyalogolni. Már ha megtettem 5 kilométert, holnap már 6-ot, 7-et, 8-ot. És mindig túlszárnyalod magadon.
akkor jön az öröm. Nézd meg az ember bármiben, ha többet tesz, mint amit azelőtt tenni tudod, akkor örül. A boldogság nem abban van meg, hogy mindig azt éljük, ami van. A boldogság abban van, hogy mindig letörjük a határokat, amiben vagyunk. És ez a boldogság. És ott kezdődik az egész boldogság. És ott kezdődnek az érdekes erők, meg az ember fölötti dolgok. De ameddig te ragaszkodsz a szokásaidhoz, ragaszkodsz az állapotodhoz, a kényelmedhez, a mindenhez, addig nem megy. Ameddig te a szokásaidot istenítted, és elvárod, hogy körülötted lévők a te szokásaidot istenítsék, addig te nem leszel Isten. Csak akkor, amikor a szokásaidot felugod, és kinősz belőle, akkor viszont több leszel. Tehát nekünk tudatilag kell nőni. A természet hozott minket létre, mi az ő gyermekei vagyunk, és ő alkotott. Ezen a földön nem volt semmi, csak a forró kő valamikor. És nézzük, hogy mi van, élet, növények, állatok, és itt vagyunk mi is. Ezt az evolúció. Nevezett folyamat, ami a természet csinálja, hozta létre. A természet maga Isten. Ez nincs különbség a természet és Isten között. De amikor a természetedet legyőzöd, akkor te Istenivé válsz. Mert kinősz valamiből. Tehát te az evolúciót szolgálod. Többé válsz, mint ami voltál. És ahogy az idő végtelen, ez az evolúció is végtelen. És nekünk az öt érzékszer és az értelmünk, az csak egy állapot. De mi nem vagyunk készterni. A természet nem alkotott minket készre. Mi csak egy átmeneti valami vagyunk. Mert nézd meg a természet, ahol végzett valamivel, ott mindenki boldog. Az ember nem boldog. Az ember nem beteljesült. Az ember keresi csak a bajt, és hozza magára nyakára a bajt. Mert nem tökéletes. Tehát nekünk tovább kell menni. És ahhoz, hogy tovább menjünk, ahhoz valami más kell menjünk. Úgyhogy mi a teremtésnek a része vagyunk, a természetnek a része vagyunk, és az fölfele fejlődik. Akkor nekünk is oda kell fejlődni. És te hiába várod el, hogy a te nyugalmadot ne zavarja meg semmi. A te bebiztosított szokásaid és nyugalmaidba beűz, és várod, hogy ott ne történjen semmi. De a természet nem fogja ezt engedni. Felrobbantja. És az fáj. Ezzel, azzal, mindennyivel. De abból ki kell menni. Úgyhogy nekünk rá kell menni arra, hogy mi belső lények vagyunk. Mi szellemi lények. Tudati lények vagyunk. Ugye a nagy jogi Szélorobin azt mondja, hogy Isten, ugye a Teremtő, ő szállt alá, hogy az ősi robbanással a fény megtörténjen, és abból lett az egész világ. És azt mondja, Isten a kőzetben alszik, Isten a virágban álmodik, Isten az állatban fölébred, és Isten az emberben tudja, hogy ébred. És bennünk van egy tudatosság. És ez a tudatosság az, amit mi kellene kövessünk, és átfogjunk, és többé váljunk. És ez a tudatosság nem fog nőni, hogyha mi mindig csak a saját kereteinkben élünk, és elfogadjuk, hogy az ilyen vagyok én, hát az mondjatok neki békét. Mindenki változzon meg csak én, mert ez az egónak a szövege. Mindenki legyen jobb, de nekem hagyjatok még. És ezért mi nem tudunk valamivé válni, többé válni. Pedig nézzük, hogy az ember tudatilag hogy fejlődik. Nem hiszed el? Nézd meg a sport eredményeket. Ha veszed a 100 évvel ezelőtti eredményeket, amit futott az ember a 100 méteren, úszott az ember a 100 méteren, és mindenféle sport teljesítményt, amit meg tudod csinálni, és megnézed a mai ember,
Azt mondta, hogy ez nem létezik, hogy ennyit fejlődött a világ. Hát szuper. Na de nézzük meg a gepárdot. 100 évvel ezelőtt futott 120 km óránként, és ma is annyit fut. És a ló is. A versenyló, amit futott 100 évvel ezelőtt, a jó versenylóak ma is ütik. De hova kész? Miért? Mert nekünk van egy tudatunk. Mi tudjuk, hogy többet lehet. És ha egyik megcsinálta, a közös tudat már tudja, hogy többet is lehet. Nekünk többet kéne tenni. Én, ha a békémet megalkotom, én, ha a békémet előhozom, ha én a fejembe csendet hozok létre, az nem az én privát ügyem. Az mindjárunké. Nehogy azt hitt, hogy az csak az enyém. Abból mindenki kap. És abból át tudsz venni. Ha okos vagy. Hallgass meg, hogy működik ez. Csendes óceánban, egy szigetcsoportnál valami fajta majmok élnek. Ezek a majmok gyümölcsökből táplálkoznak. Lehull a gyümölcs a homokba, oda megy a majom, megeszi, a homokot szétrágja, a fogait lerágja, ezért nagyon rövid életűek, mert fognékül maradnak. Ez a majom bandon. Ezelőtt, mint egy 20 évvel vagy valami ilyesmi, megfigyelték az emberek, hogy egyik szigeten majmok kezdik megmosni a gyümölcsöt. Ez úgy történhetett, hogy valamelyik összegyűjtött a gyümölcsöt, már nem kellett neki a kaja, de hogy az övé legyen, mert ugye mi is innen van az ember majom is. Mi is gyűjtjük, már van két ház, három ház, öt autó, meg minden, de az úgy jó, az az enyém. Hogy nem kell, az egy más kérdés. Csak egyben lehet lakni, az is igaz. Ez is a majom vitte a gyümölcseit, és valószínűleg beejtette a tengervízbe, és utána nyúlt, hogy gyorsan kapja vissza, és megittes rá felé jött a villanykörte az anyába. Hé, nem ropog, jobb az íze. Utána elkezdte mosni, persze az egész csorda egy pár nap után, már mosta a gyümölcsöt. Utána az a majom. Na de ami érdekes, azt kérdezed el, hogy nem telt el egy év, és a környező szigeteken az összes majmok mosták a gyümölcsöt. És addig 100 évekig soha nem most egy majom se a gyümölcsöt. Azóta a fogok jó. Tehát bemegy valami a tudatba. Ez az egész természetben így van, nem csak az állatoknál, már a fizikai, kémiai folyamatoknál. Amikor egy új kémiai dolgot létrehoznak, egy új anyagot, ami ugye most nagyba folyik ez nálunk, az sokszor hetekig tart az a reakció, hogy létrejön. Mikor azt már gyakorolták, és eltelik egy év, percek alatt megtörténik. Ugyanaz a dolog. Tehát az anyag is tanul. Képzeld el, a szerves anyag már tanul. És mindenki tanul. És ez a hölgy, akit elmeséltem a hálával, reggel fölébredsz, valami azt mondta, légy hálás. Ő mit gondolsz, honnan kapta meg? Megkapta valakitől, s valakiktől, akik ezt élik. És ugyanúgy megkapasz te is minden. Tehát nem közömbös az, hogy te több légy, és kiugorjál. Azt az ember nem csak magának teszi. Csak mi látjuk úgy, hogy egyedül vagyok. És mi egyedül vagyunk, és aztán vagy rájövök valamire, vagy nem. Mi egy nagy közös vagyunk. És ez a nagy közös együtt él. Ezért nem meg fel a rekordok, ezért nő meg minden az emberiségben, mert egymástól rájövünk. Miért van az, hogy valaki felfedez valamit, és másnak még egy felfedezi, és veszekednek, hogy kifedezte föl? Mert a tudatba terjed minden. És aki valamivel foglalkozik, az felfogja azt, amit a másik. A mi agyunk az nem egy központi szerver, hogy úgy mondjuk. A mi agyunk nem az. A mi agyunkban nincs is benne a memória, csak hogy tudjuk. És ezt nem én mondom, aki be van kaptanva. Ezt a tudós mondja. Az agykutatók. Az agykutatók azt mondják, hogy a mi agyunkban, illetve a memória nincs az agyban.
Be tudtuk bizonyítani, hogy a memória nem az agyban van. De hogy hol a memória, azt nem tudjuk. A memória lélekben van. És a memóriát mi hordozunk magunk körül, magunkban akárhol. És a mi agyunk csak egy felfogó állomás. A mi agyunk nem egy önálló gyár. Akkor is, ha a gondolatok sokszor megölnek tőle. A mi agyunk valami más. Figyeld meg! Ha már az agyat értem át, ez egy nagyon érdekes dolog. Az agy, illetve az egyik egyetem, aki a meditációt kutatja 50 éve, a tavaly közölte, hogy meditációtól megnő az agyunk. És mindegy hány éves vagy, lehetsz öreg ember, akkor is visszanő az agyad, az agytekervények száma megnő, az agysejtek száma megnő, a kapcsolatok minden megnő, és tökéletesen lesz az agyad. Még mind fiatal volt is, ezt teszi a meditáció. De hogy lehet, hogy a meditáció a csendtől, ugye a meditáció és a csend, az agyat meg nem emeli. Mikor mi úgy tudjuk, hogy minden működéstől megnő az izom. 10 kilót, aztán 20 kilót, aztán mind nagyobb kigyúrt gyerek leszem, és minden funkciótól erősödik az a testrész. És az agynál, ha csendben vagy, akkor erősödik. Ez érdekes. És mi azt képzeljük, és mondják is, jaj, dolgoztas, keresztrejtvényeket felcsél, meg mindenfélét, hogy nehogy aztán személyes legyél. Az én bátyám oldja ezeket a sugdókot, vagy milyen csoda, számokkal a dolgot, és mondom, te mi mind csinálsz? Jaj, igyekszem, hogy ne legyek személyes. Hát mondom, én azt biztos nem csinálom, én inkább csendben vagyok, személyes leszek, de úgy látszik, hogy nem így van. Ő jár porul, mert az egy leépül öregkorban, és aki meditál, annak nem épül. Tehát ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy az agynak a funkciója nem annyira a gondolkodás, az csak egy mellékjáték, hanem a felfogó képesség. És amikor én csendben vagyok, és bejövök ide a szívembe, és itt csend van a fejemben, akkor ő elkezd dolgozni. Elkezd átalakulni. Megváltoznak a sejtek, a minden, mert ő keres. Ő egy felfogó. Készülék. És fejlődik ki, hogy ő fel tudjon fogni dolgokat, amit nem tud felfogni. És a hatodik érzékszervünk így jön létre. Aki fejlett, és a fejlette magyar. Ugye mi tudjuk jól, hipnózisból, hogy amikor átadtad az akaratodat, akkor minden emlékszel. Arra is, ami műtét közben volt, ahol el voltál altatva, arra, ami egy éves korodban volt, minden memória rendelkezésedre áll. Gondolkodásban nincs meg. Mert olyankor az agy félre van téve, és olyankor a belső lény beszélget. És el tudod mondani, ami ott történt, miközben te aludtál. Ezek a konkrét tények, ezt mindenki ismeri, aki foglalkozik hipnózissal. Hipnózisban ezek a képességek mind ott vannak. Mi mindent tudunk, csak nem jutunk hozzá. Mert mi magunkat kizárjuk ebbe az egyedül létbe, az egoizmusba. Csak magunkat, magunkkal törődünk. És úgy képzeljük, hogy mi kell mindent elszenvedjünk. És ezért el is szenvedünk. Mert úgy képzeljük, amit képzelünk, az nem. Az élet egy iskola. És ebben az iskolában, mint ahogy említettem előadás közben, mi mindig a rosszból tanulunk. A szenvedésből tanulunk. És ez egyáltalán nem kéne így legyen. Ez garantált, hogy nem kéne így legyen. Az ember azért születik, ebben a testben, hogy boldog legyen. Csak a boldog ember tud tudatilag nőni és terjedni. És csak a boldog ember jó ember.
amikor boldog vagy, adjál neki is, érezzék ők is, amit én nézek. Amikor szenvedsz, bezárod a boltot, kiírod, belépni tilosban szenvedek. Tehát minél szükebben vagy, annál rosszabb a hely. Tehát ebben az első iskolában, amit mi járunk végig, ugye, az évtizedek alatt, elég rövid az élet, de bőven elég szerintem. Szörnyű volna, ha 2-300 évet élünk, mint a teknősök. Képzeld el, ennyi vagyunk felhalmozva egy-egy, így is sokkal. Pár évtized alatt megtanulunk dolgokat. Az ember már 40 évesen egész másképp látja a világot, mint 20-an. Aztán 60-ban megint másképp. És megint másképp. És a tudat változik. És a tudat teljesen más ember csinál belőle. És rájövünk dolgokra. Persze többnyire a szenvedésekből, meg a rossz tapasztalatokból jövünk rá. De ha mi tudatosan kezdenénk élni, ha mi tudatosan néznénk azt, hogy mire tanít minket a természet, az élet, akkor ez az iskola nem a szenvedésekről szólna.